Nagy üzem volt a parlamentben az országgyűlés tavaszi ülésszakának utolsó napján, június közepén. Kérem, szavazzanak! A kormánypárti képviselők sorban szavaztak az úgynevezett pedofil törvényről, a jövő évi költségvetésről, a várban lévő bérlakásokról és a Fudan Egyetemnek szánt területekről is. Ezek közül több kétharmados, így minden kormánypárti képviselőre szükség volt a szavazásoknál. A bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással vádolt fideszes Simonka Györgynek aznap a bíróságon kellett volna megjelennie, de a fontos szavazások miatt az országgyűlés hivatala őt is kikérte. A képviselő úr jelezte azt, hogy a mentelmi bizottság ülésén részt kíván venni. Mégse tudott az megtörténni, mert egy másik ügy más felé szólította, de egy nagy... Fontos a szavazata a kétharmados törvényeknél, ezzel is érvelt Simonka György, amikor februárban azt kérte a parlament illetékes bizottságától, hogy ne adják ki automatikusan a mentelmi jogát az ügyészség újabb kérésére, de kiadták. A központi nyomozó főügyészség pedig ma bejelentette, hogy lezárták a nyomozást, és két rendbeli vesztegetés miatt vádat emeltek Simonka György ellen. Simonka György országgyűlési képviselő, miután tudomást szerzett az őt is érintő költségvetési csalás büntette és más bűncselekmények miatt indult ügyről, meg gyanúsítotti kihallgatását megelőzően 5 millió forint átadásával befolyásolta egy tanú vallomását, és készpénz ígéretével egy gyanúsítottat is arra akart rávenni, hogy neki kedvező vallomást tegyen az ügyben. Én állítom, hogy nem követtem el semmilyen bűncselekményt. Simonka György ma az RTL Híradónak azt mondta, hogy nem lette meg a vádemelés. Szakaszosan csöpögtetik ezeket a gyanúsításokat és vádakat, hogy ezáltal folyamatosan nyomás alatt tudjanak tartani engem és a stábom tagjait, amelyeket már hosszú évek óta tudnak. Véleményem szerint ez egyedülálló és törvénytelen, amelyre paraszaimban ki is tértem. Az ügyészség eddig ugyan külön nyomozott a vesztegetés ügyében, de most azt kérik a bíróságtól, hogy egyesítsék Simonka György két ügyét.